Hello, hello, sziasztok, üdvözlök mindenkit! A mai tutorial videóban egy egyszerű mob farmot fogunk építeni. A Minecraft 1.16.3-as verziójában fogom ezt megcsinálni, de egyébként az összes verzióban működnie kellene a mob farmnak. Az építkezéshez nincsen másra szükség, mint jó pár darab smoothstone-ra, pár darab smoothstone slab-re, pár üvegre, egy pár chestre, pár darab hopperre, egy kevés vízre és egy pár trapdoorra. Ezen kívül más nem fog kelleni. Az építkezést azt 150 blokknyi magasan fogom elkezdeni, éppen azért, hogy máshova ne tudjanak spawnolni mobok, csak a mi mob farmunkra. Úgyhogy a kezdéshez nincsen más a szükség, mint hogy lerakok 2 darab chestet, ehhez pedig hozzá kapcsolok 4 darab hoppert. Tetejére rakunk stone slabet, ez megfogja nekünk az XP-t, nem fog beleesni a hopperbe, úgyhogy tökéletesen jó lesz így a XP gyűjtéshez is. Ezen kívül pedig üveggel körbe kell rakni a mob farmnak ezt a részét, azért, hogy lássuk, hogy egyáltalán mi van benne a mob farmunkban. Nehogy meglepetés érje minket, hogy például 20 darab creeper ott áll bent, aztán egyszer csak ránk fog robbanni. Hogyha ez megvan, akkor körülbelül 4 blokknyi magasságra szerintem bőven elég fölrakni. 21 blokknyi magassági kereszt felépítenünk, tehát 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Azért ilyen magasra kell építenünk, mert hogyha ebből a magasságból leesnek a mobok, akkor körülbelül olyan fél, egy szívük marad csak, tehát egyetlen egy ökölcsapással meg fogjuk tudni őket ölni, de ugye így dobnak XP-t, meg lootot is, bár természetesen előfordulhat olyan is, hogy nem fognak meghalni, vagy meghalnak, mert nem tudom, fönt meglőtte őket egy csonti, vagy bármi hasonló dolog előfordulhat, de nagyrészt működik ez a megoldás. Még ezt és az utolsó oldalt felhúzom, és akkor ez a része már el is készült. Tehát jelenleg így néz ki a mob farm. A következő lépés az az, hogy 9 blokknyira elépítjük ezeket az oldalakat. Egészen pontosan azért, mert itt fog a víz folyni, és mivel a víz az 8-at folyik, így utána még lesz egy fal, és az a vége, tehát 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ez megvan, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, jött a következő. Ide egyébként berakhatjuk már így a falnak a végét, és akkor tudni fogjuk, hogy ott lesz a víznek a vége. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, így mi. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, így. És akkor a következő lépés az az, hogy rakunk ide egy segédblokkot, megemeljük 2-vel ezt a szintet, mert ugye a víznek kell, hogy valami gátat szabjon, ne folyjon ugye orba szájba. És a felső szintre pedig jönnek majd a trapdoorok, és az lesz az a platform is, ahol a mobok le fognak spawnolni. Ezt is így szépen megcsináljuk, körbe. Így, jött a következő oldal. Így, és már is álltunk neki az utolsó oldalnak. Ez az, még egy sor. És jött az utolsó. Nincsen más dolgunk, mint hogy a vizet berakjuk a helyére, és ha jól számoltunk, akkor a víz az egészen pontosan a széléig fog lefolyni, így is van, tehát 8-at folyik, ugye, itt is csak a széléig. Ez pontosan azért kell, hogy a mobokat oda a mélységbe letaszítsa, úgyhogy jelenleg így néz ki a mob farmunk. Hogyha ezzel megvagyunk, akkor jöhet a platform, amin a
mobok le fognak spawnolni. Ez tart a legtovább megépíteni, nagyon sok blokkot le kell rakni. Egyébként ezt a mob farmot több emeletesre is meg lehet építeni, hogyha több emeletesre építjük, akkor értelemszerűen ugye több platformunk lesz, ahol le tudnak a mobok spawnolni, de jelenleg ez egy egyszintes mob farm lesz, úgyhogy egy szinten fognak tudni csak a mobok spawnolni. Elkészültünk a platformmal, és nincs más teendőnk, mint a falat felhúzni körbe. Ugye ez kettő blokknyi magas lesz, így minden olyan mob, ami belefér ebbe a kettő blokkba, le fog spawnolni nekünk ide a mob farmunkhoz. És ebből következik, hogy például Enderman ugye nem fog. Tehát Enderpearlnek a farmolására sajnos ez nem alkalmas, viszont rengeteg egyéb dolgot fogunk tudni innen kiszedni. Ugye az összes létező mob, ami le tud ide spawnolni, le fog a csontvásztól kezdve a creeperen át, a zombikon, a pókokon, úgyhogy lesz bőven loot, meg XP is, mert a legfontosabb ugye a looton kívül, hát az XP, hogy XP farmként is működjön a mob farmunk. Következő lépés, hogy le kell pakolnunk ezt a rengeteg sok trapdoort, erre azért van szükség, hogy a mobok szépen innen a platformról meginduljanak a víz felé, és ezt a feladatot tökéletesen ellátja nekünk ez a pár darab trapdoor. A mob farmot még egyébként pókbiztossá is lehet tenni, hogyha fogunk kárpitot, vagy esetleg ezeket a szlebeket lerakjuk olyan pontokra, hogy a pókok ne tudjanak ugye leszpavnolni itt fönt ezen a platformon, de én szerintem, mivel dobnak pókfonalat, ugye stringet, meg pókszemet, innentől kezdve inkább legyenek pókok is, és spawnoljanak azok is. XP-t is dobnak, meg hát lootot főleg, úgyhogy elég fontosak. Tehát jelenleg így néz ki a mob farmunk felülről. Hogyha ezzel elkészültünk, akkor már csak a tetőt kell leraknunk, és én szerintem érdemes slabet használni mindenképpen, mert a slabre ugye nem tudnak a mobok spawnolni, lehet esetleg rakni sima blokkot, és akkor attól függ, mivel rendelkezünk, de akkor pedig ki kell világítani a tetejét, mert ugye, ha a mob farmunk tetejére spawnolnak, akkor az nekünk semmilyen pozitív eredménye nem jár, nekünk az kell, hogy itt bent a mob farmon belül spawnoljanak, és szépen a víz letolja őket az alsó vesztőhelyre, ahol szépen agyon tudjuk őket csapkodni. Elkészültünk a tetőfedéssel, már csak egyetlen egy szlevet kell a helyén rakni. Ugye így néz ki belülről a mob farm, ezekre a platformokra fognak leszpawnolni a mobok, és már csak bezárjuk az utolsót, így is van. Tehát összességében a mob farm az ugye így néz ki. Ez lehet több emeletes, tehát csak rá kell húzni még egy, két, három, négy, öt, tíz, húsz emeletet, ameddig csak tudunk, és akkor annyival több felületen tudnak spawnolni a mobok. Most pedig megnézzük, hogy pontosan mennyi mob is fog nekünk ide leszpavnolni. Ugye átállítjuk mondjuk hardra, és mivel 150-es magasságban vagyunk, és közel, távol semmi nincsen, így csak azokra a platformokra tudnak spavnolni a mobok, őket pedig ugye a víz le fogja szépen ide mosni nekünk. Hogyha van rá lehetőségünk, akkor érdemes vízfelületre építeni a kis farmunkat, mert ugye akkor nem kell körbe semmit lefákjázni, kifákjázni, ugye megakadályozni, hogy máshova spawnoljanak a mobok, mint kellene. Úgyhogy ilyen szempontból érdemes a vízfelületre építkezni, mert sokkal egyszerűbb és jobb, mint hogy fákjázgassunk nagyon-nagyon sokat. Ugye látható, hogy szépen elkezdtek hullani a mobok. Mint említettem az elején, ugye van, amelyik életben marad, valamelyik nem marad életben, tehát van egy pár, amelyik elhullik. Az ő lootjuk az már itt van bent a chestben, tehát az értelemszerűen már ugye megvan. XP-t ők sajnos nem dobtak,
Viszont... átrakjuk Szörvivára, hogy megnézzük ezt a XP mennyiséget, amit kapni fogunk. Ugye jelenleg körülbelül egy-egy ütést kéne nekik elszenvedni. Ennek ellenére van, aki egybe meghal, van, akibe esetleg egy kicsivel többet kell beleütni. Azért is mondtam, hogy ez a 21-es magasság, ez körülbelül olyan, hogy úgy fele esetben működik, fele esetben nem, mert van, amikor működik, van, amikor nem. De inkább a 21-es magasságnál maradjunk, mint hogy mindegyik meghal, vagy túlságosan sokat kell beléjük ütni. Hát ő most, meg ő is nem járt szerencsével. Viszont megvan a stringünk, megvan a gunpowderünk, megvan a rotten flashünk, van egy kis nyilvessző, meg van egy kis csont is. Ugye ezeknek egy részét már el tudjuk cserélni majd a villagerekkel például, tehát mindenképpen megéri ez a típusú mob farm. És XP-t is elég jól ad, ugye alig egy perc alatt már 8 szint összejött, és folyamatosan csak úgy hullanak lefele a mobok. Hogyha még több emeletet rárakunk, akkor még több mob fog ugye leesni, tehát értelemszerűen effektívebb lesz a mob farm. De már a 10-es szintet meg is léptük, úgyhogy nagyon-nagyon szépen és jól működik a mob farmunk. 12, nagyon szép. És tudtal is tele vagyunk, úgyhogy így is van. Nos, hát ennyi lett volna ez a kis rövid tutoriál videó. Ez egy egyszerű mob farm lett volna. Ha tetszett, akkor dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, és legközelebb találkozunk. Addig is, sziasztok!